Ez egy nagyon régóta masszívan dohányzó, emberi tüdőt szimuláló marha tüdő. Kolléganők elkezdik pumpálni, és azt láthatjuk, hogy egyrészt nem működik egyformán a két tüdő lebeny, van egy csökkent tüdőkapacitás, illetve láthatjuk azt, hogy az egészséges tüdő helyett nem rózsaszín a szín, hanem egy fekete, mert hogy ugye a dohánytermékekben lévő kátrány az ilyen szinten lerakódik, és így elszínezi a tüdőknek a hörgőit. A dohányzás káros hatásaival is szembesülhettek azok, akik felkeresték a 40 sátor valamelyikét. Ezen kívül az érszűkület vizsgálattól a nőgyógyászati tanácsadáson át a migrénszűrésig számtalan helyszínen várták az érdeklődőket. A Richter Egészségváros program 2009-ben indult, a Nyíregyházi pedig már a 106. állomás volt. Több mint 200 ezer szűrést hajtottunk végre ezek alatt a rendezvények alatt, és voltak olyan visszaméréseink, ahol néztük azt, hogy az aznap kiszűrt páciensek nagyjából 200 olyan eset van naponta, akiknek orvoshoz kell fordulniuk. Valóban elmentek-e orvoshoz, és utána a megfelelő betegúton végigmentek-e, és azt tudjuk mondani, hogy szerencsére az első alkalommal mindenképp ott voltak, és utána megfelelő kezeléshez is jutottak, hogyha volt erre szükség. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatója a prevenció fontosságára hívta fel a figyelmet. A születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma ugyan folyamatosan nő, a vármegye az országos átlaghoz képest kicsit rosszabb helyzetben van. Kórház főigazgatóként gyakran beszélek arról, hogy bár meglepő lehet, de a kórház számára nekünk nagyon fontos az, hogy a lakosságnak az jó egészségben eltöltött betegségmentes életszakasza minél hosszabb legyen. A prevenció az gyakorlatilag ennek az eszköze, ezért a kórházunk is, mint a legtöbb kórház a mai világban, komoly hangsúlyt fektet arra, hogy prevenciós rendezvényeket támogasson. Nekünk egyébként van 6 darab EFI irodánk, ez az egészségfejlesztési iroda elnevezést rövidíti, 2018 óta mind az 5, illetve 6 telephelyünkön, ahol gyakorlatilag ezeknek a kollégáknak az a feladata, hogy rendszeresen szervezzen egészségmegelőzés, vagyis egészségmegőrzés és betegségmegelőzéssel kapcsolatos programokat. Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, hogy a városlakóknak egyre több lehetőségük van az ingyenes szűrésekre. Ez a program jól illeszkedik Nyíregyháza irányvonalába, hiszen a sport az alapja mindennek, és egyre több szűrőprogramot kapcsolunk hozzá, elég csak a tavalyi novemberi Fit Város programra 21 szűrési lehetőséget biztosítottunk, hogy áprilisban volt az egészséghét, amikor egy hétig rengeteg szűrés volt, és minden, főleg az időseknek szóló sport és egyéb programokhoz mindig hozzákapcsoljuk a szűrést, tehát ez Nyíregyháza város részéről nem egy kampány jellegű dolog, hogy most kapcsolódjunk hozzá, hanem tulajdonképpen egy jól kiolvasható trend. A rendezvényen mintegy 2000 szűrést végeztek el. Közel 200 személynél találtak olyan problémát, ami miatt orvoshoz küldték őket. Egy-egy szűrés, tanácsadás vagy meghallgatott előadás 500 adománypontot ért. Így a Richter által felajánlott 3,5 millió forint 19.136.500 forintra egészült ki, amit az árnyékolás technika fejlesztésére fordít majd a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház.